ebben rohadt szemét kurva életben. Legalább magának legyen valaki, élek, és úgy menekültem meg, hogy az ő padja alá menekültem. Oda nem lőttek a nácik. Körülbelül 30 nőt, 20 férfit, 50 gyereket lekaszaboltak, mint a kutyák. De ő életben maradt. Ne haragudjon. Azt hiszem, már most le is teszem a telefont, és nem telefonálok. Mert azért ez tényleg nem tisztesség. Tehát, tudja mit, uram? Az élet hosszú távon igazságot szolgál. Egyet ért velem? Az végén, amit mondott, hogy az élet hosszú távon igazságot szolgált, ezt hogy értette? Ezt úgy gondoltam, hogy egyszer kiderül, hogy ő kopogott a cipő sarkával, hogy itt emberek vannak Győrben vakvágányon. És most, ugye elmegy Németországba, ott írja meg a sorstalanságot. Ne haragudjon, a maga nagyapja itt Magyarországon él? Hát ő él. Él. És az édesapja? De még most is itt él. Még most is. Üdvözlöm őt. Na de ne haragudjon. De nem volt sorstalan soha. Egyet ért vele? Hát nagyjából mondjuk, ahogy így hallottam az ő történetét, azért nála volt egy-két alkalom, amikor eléggé sorstalanul. Hú, de faka volt! Jaj, ne haragudjon! Isten bizony, tényleg így volt. De most még egyszer mondom, magának mondom el utoljára, ha egyszer megírja majd az emlékiratait, hogy kihívta magát, elmondom. A Kertész Imrével egy vagomba utaztunk. Tetszik érteni? Igen. És ő mindig megúszta. Mindig. Most ne haragudjon. Hát szabad ilyen filmet bemutatni, hogy ő mindig megúszta. A maga nagyapja mindig megúszta. A lószart, jó fejbe verték a dábósok. Így volt? Na látja, hát én tudom, az én apám is így volt. De ne haragudjon, ha valaki mindig megúszta, annak oka van, nem? Na, legyen már őszinte, legalább hozzám, úgyse ezt a beszélgetést a kurva életbe úgyse ismétli meg senki. De maga nagyapja nem úszta. Az apja nem úszta, maga nem úszta. Így volt? Igen. Na, hát akkor én se úsztam be. Pedig ha elmondanám magának, hogy milyen gazdagok voltak a szüleim. De én nem úsztam be. De ő mindig megúszta. És megírta. Nem Magyarországon, Németországban megírta a sorstalanságot. Na? És azért most itt van? Itt vagyok. Elmondom. Szóval volt egy drága vasutas bácsi Győrbe, de kérem, akár veszi, akár nem, akár leírja, akár nem, elmondom, mert én azt akartam, hogy ezt a szóstalanságot nem mutassák be, mert egy gazember írta. Elmondom. Egy drága vasutas bácsi Győrbe kilökött bennünket a vakvágányra. Volt körülbelül 20 nő, hát volt közötte állapotos, volt vagy 30 férfi, 50 gyerek, egy marha vagyokban. Drága volt a kis öreg, és képzelje el, egyszer csak, ja, hát osztálytársak voltunk ezzel a szarral. Hát mondom, egyszer elkezd kopogni.
ilyen kemény sarkú cipővel. Képzelj el, 3 perc múlva leszkaszabolták a nőket, a férfiakat, a gyerekeket, mert ő jelzett a cipő sarkában. És ha most elmondom, hogy ezt Kertész Imrének hívták, akkor maga nem hiszi el. Ugye nem hiszi el? Igazából nem tudom. Te könyörgöm, ne mondja, hogy elhiszi vagy nem. Higgyel, kis ember vagyok. Kóvájgok az életbe, átjöttem a Kárpátokon, bebasztak egy vagomba. És valaki kopogott. Az így...